Hello, szevasztok, folytatjuk az Amnézia első részét. Itt vagyunk ugye már nagy teremben. Azon folyosó végén van egy felvonó, egy lift, ami viszont nem működik. Emiatt be kell indítanunk egy motort, ami a gépteremben van. A gépteremhez viszont meg kell keresni a kulcsot. Itt tartunk most, és ebben a teremben, ennél a résznél tök szép zenei aláfestés van, ami nekem tényleg nagyon tetszik. Nézzük meg a vendégszobát, hogy kimászott az ágyból és kinézett az ablakon. Teljesen sötét volt. Várt, majd rápillantott az öreg órára és tovább várt. 4 óra elég lesz, gondolta. My journal is gone. What they want with my journal? Most ez Dániel volt, vagy Alexander? Szerintem Dániel amúgy. Egy. Hát nem hiszem, hogy ebben találunk bármit is. Jó van, szerencsére itt is van, ohó, van itt világítás. Ott egy szetli mindjárt elolvasom, egy pillanat türelmet. Olaj, nagyszerű, amúgy mennyi olajunk van? Ó, 4 olyan, izé, aha. Jó, amíg... nem kell feltétlen használni, addig nem is akarom használni. Mi ez a nyuszi itt fönn? Ja, ez csak... Jó, oké. Gondolom egy kitömött nyuszi lehet. Ajaj. Most... Várjál. Az ajtó a törött zár miatt be van ragadva. Az átörött. Más módot kell találnod a vendégszobában lévő szekrény ajtó kinyitásához. Hát nekem volt az a... Nézd csak! Egy erős tű. Ezt... Aha, ezt itt nem lehet használni. Várja. Hoppá! Így né. Elvileg amúgy... Várja? Nem le... megpróbáltam visszarakni a helyére, de... Nem... Nem engedi... Semmi... A gyógyszer, ugye? Opium kimolt az a gyógyszer. És Dániel jelenleg pár vágás és zúzódás. Mondtam az előző videóban, hogy az semmiség. Ezt még gond nélkül el kell viselnie. Majd, hogyha jóval komolyabb problémája lesz, akkor elhasználhatunk egy gyógyszert, amiben van már 3. 2. July, 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Mondjuk az tök jó, hogy legalább a naplókat Dániel felolvassa, és akkor nem kell nekem. És nyilván ti el tudjátok olvasni a magyar feliratot. Én is a magyar feliratot olvasom egyébként, mert annyira... Bár mondjuk nagyon-nagyon szépen, tisztán beszélnek itt a színészek, akik felolvassák a szöveget, tehát nagyon-nagyon szépen beszélnek.
szépen olvassák fel, de ettől független azért biztos, hogy kedvéért én is olvasom a magyar feliratot. Ó, gyufa! Ezt a képet már láttuk korábban. Na, rendes leszek. Így né. Ó, még több gyufa. Hello, Dr. Freeman. Látod, milyen rendes vagyok? Nézd meg. Rendet teszek, amennyire lehet. Mindjárt elolvasom a cetlit, egy pillanat. Semmi, ing... Semmi. Ez megint a... Mi is volt? Pflanzenreich! Az. Megint a botanikus könyv. Az, Pflanzenreich, igen. Ebből van 100 000 milliárd példány ebben a kastélyban. 3rd of July, 1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colorful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, "Recovered Daniel after 1 hour of entrapment." This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? Jó öreg Herbert. Ez a kép tök olyan, mint az Assassin's Creed Odüsszeiából szökött volna ki, nem? Mondom úgy, hogy azzal csak pár percet játszottam az egyik ingyenes hétvégén. Csak kipróbáltam, hogy hogy bírja a jelenlegi gépem, de... felejtős. Ahhoz brutál erős CPU kell ahhoz a játékhoz. Bár mondjuk... konzol minőségben bírja futtatni, tehát 30-40 FPS bír átlagban az a játék. Hát inkább 30, mint 40, úgyhogy, ja, de hát eszemágában sincs úgy játszani. Jó, most ezt ki tudjuk nyitni a feszítővassal. Szerintem nem azt mondta, hogy kérlek hagyd itt, hanem hogy kérlek legyen itt. De csak tippelek, csak tippelek. Please, hogy mondta, be it here, vagy valami ilyesmi. Szerintem azt mondta, hogy kérlek legyen itt. Azt, hogy hagyd itt, hát kinek mondaná azt, hogy hagyd itt? Tehát, hogy nem mindegy. Talált meg a gondnok bácsi? Hogy?
Hogyan? Hogy került ide? De legalább becsukta maga mögött az ajtót. Valamivel felmérgesítettem a Gonnok bácsit megint. Várja. Nem tudom visszatolni. Na, komson. Mindjárt megvan. Nem tudom visszatolni sajnos, nem mindegy. Semmi. 4th of July, 1839. It's done! The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Too strange. Life is strange, was? Nyitva vagyom. Arra az esetre, ha a Gonnok bácsi megint meglátogatna itt, akkor gyorsan be tudjak menni. Tudod mit? Ezt kinyitom, ezt is így. Ezt innen félre rakjuk. Így, ne legyen útban. És ez se legyen útban. Így, né. Csak biztos vagyok biztos. Ez sajnos nem tudom. Ez a fiók, ez itt tönkrement. Zó. Ezt átnéztem, ugye? Igen, igen, itt volt gyújtós, van 13 darab gyújtósunk. Kristálytiszta az elmeállapot, jelenleg úgy... Egy fontos kulcs van elrejtve a vendégszobában. Talán... Hát de hát ott vagyok, he! Várjál! Ez... Ezek csak fogasok. Tehát pont a vendégszobában vagyok, és itt van elrejtve valahol a kulcs. Hát megnéztem már mindent. Kulcsot nem találtam. Képeket nem lehet leszedni? Nem lehet leszedni. A vendégszobában vagyunk. Jaj!
Right. Pedig... Nincs kulcs. Ha csak... Nem. Nem volt benne. Ebben sem. Nem gyújt... Vagy gyújtsam meg? De minek? Biztos, hogy itt van. Nem lehet, hogy a másik szoba is vendégszoba? És valójában ott lesz. Mert ugye itt átnéztem minden, de itt nincsen kulcs. Ó! Oh, thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Nem szóltam! Ja? Így. Megvan. Megvan! Akkor mégsem a másik folyosón volt, amire én arra tippeltem, hogy arra lesz. A kérdés az, hogy vajon a Gonnok bácsi most megint mérges lesz é. Hátsó csarnok. Nagyon zihált, mindent elkövetett, hogy ne üvölcsön. A gyógyszerszekrény felborult és összetölt a padlón, átnyúlt a törött üvegajtón és összeszedte az összes nyugtatót, amit csak talált. Tehát... Fúj! Tanulószoba. Taylor professzor volt a második halott, amit az átkozott kíváncsiság okozott. Jó ötlet ide jönnöm? Én nem vagyok benne biztos. Nem biztos, hogy ez jó ötlet. Ojé. Köszönöm, jó. Jézusom, olyan, mintha valami furcsa kutyaugatás lenne. Most meg onnan. Nagyon furcsa. Rombolunk. Ez sem... Nem tudom kinyitni sajnos. De kár... Ó! No problémo. 14 gyújtós, nem is rossz. Halló?
Van egy papír, ezt mindjárt elolvassuk. Mondom, ha nem feltétlen muszáj, akkor nem akarok gyújtós pazarolni. Már pedig szerintem itt fölösleges lenne. Ezt nekem kell olvasni. Egy gömb felfedezéséről szóló levél. Megbízható tanítványomnak és barátomnak, Johann Weyernek. A legjelentősebb dolog akkor történt velem, amikor a porosz erdőkön utaztam keresztül ezen a nyáron. Végre rátaláltam az egyik gömbre, amit az elmúlt több mint 20 évben kerestem. Felfoghatatlan, ahogy a naphírnök említi a Hortus Conclususban, latinul zártkertet jelent. Olyan volt, ahogy leírta. Egy föld alatti mitrász templomot koronázott meg a földön túli ereke. A gömb akkora volt, hogy belefért a tenyerembe. Felülete sima volt és egyenetlen. Színe mosott, miközben élettel teli. Az ellentét szó nem elég, hogy jellemezze természetét. Lehetetlenség volt egy mesterséges paradoxon kőbe zárva. Egy közeli faluban, Altstadtban időztem. Az egyik ósdi ösvényt vizsgálva, mikor végre megtaláltam a barlangot, bementem, és hirtelen megtudtam az igazat ezekről a rejtélyes erekékről. Valódiak voltak. Ez volt életem legfontosabb felfedezése, de egyben legnagyobb félelmem is vált. Ahogy beléptem a föld alatti kamrába, éreztem, hogy tilosban járok. Kíváncsiságom miatt mindent megtettem, hogy legyőzzem ezeket az érzéseket, és elhoztam a gömböt a helyéről. Kirohantam a kamrából, az erdőbe, éreztem, hogy valami követ. Hallottam, ahogy hangosan közeledik. A szörny, a gömb őrzője, kérhetetlenül üldözött. Eljutottam a közeli vízmosáshoz, ahol belebotlottam pár emberbe, akik a tavon horgáztak. Próbáltam figyelmeztetni őket menet közben, de szerencsére ott maradtak, ahogy folytattam a menekülést. Miért szerencsére? Mindegy. Amikor hallottam, hogy a fájdalomtól való ordításuk visszhangzik a földben, hatalmas megkönnyebbülést éreztem, azt gondolva, hogy megmenekültem. Ja, hogy emiatt szerencsére, mert aha, hogy ők majd feltartják az életük árán is, jó, értem. Hirtelen egy csillogó kék fény ölelt magába, és az erdő színei elmosódtak a szemem előtt. Tovább futottam a sivár környéken. A fák szín feketévé változtak hamuszínű levelekkel, a földet pedig sötét víz borította. Átverekedtem magam az átázott talajon, hogy ahogy a pislákoró parázs utat engedett az erősödő szélnek, és az eső is eledett. Könyörgő kiáltásokat hallottam a távolból, a fájdalom és a félelem utolért. A földre estem, levegőért kapkodva. Ez biztosan furcsa hangzik, de mérföldeket haladtam az Alpokon keresztül, és egy füves mezőre értem, Genovához közel. Az őrző elvette tőlem a gömböt, de a mai napig is félek tőle, hogy egyszer visszatér. Néha felriadok éjszaka, és hallom az üvöltést, amit az erdőben is hallottam. Közel egy évtized telt el azóta, és még mindig képtelen vagyok írni a történtekről. Amikor legutóbb beszéltünk, meséltél nekem az érdeklődésedről és a folyamatban lévő kutatástól a misztikus gömb után. Rájöttem, hogy tartozom neked annyival, hogy elmondjam az igazat az Altstadti látogatásomról. Barátod és tanítód Heinrich Cornelius Agrippa. Kristálytiszta. 14 gyújtós. Egész jók vagyunk szerintem. A törött üvegablakot csak egy gyenge fakeret tartja egyben.
tök jó, hogy a játék ide fordított a kamerát, különben nem vettem volna észre se az olajat, se a gyújtóst. Egy gyenge fakeret tartja egyben. Hát akkor ezt nem tudom. Gyenge fakeret, én ezt értem. Még mindig megvan a kulcs. Ja, a gép, persze a gépterem. Jó, oké, okay, I am stupid. Nem használható. A fakkeretet szerintem valamivel akkor szét tudjuk szedni, és akkor hozzáférek a gyújtóshoz. Bár... ezért szétszedni az ablakot. Habár mondjuk már úgyis széttört, úgyhogy... ja... látod? Már ki is tört néhány helyen, úgyhogy igazából itt befúj a szél, tehát itt már tud húzatot csinálni. Jézus Máriám! Mi baj annak a kutyának, hogy folyton ugat, vagy nem is tudom mit csinál. Valahol a ugatás meg a nyűszítés között van valahol, vagy nem tudom minek nevezzem. A mozgás... mi? A mozgás megértése... az emberi kaponya kamrái. Az emberi anatómia mérföldkövei. Az egyensúly megértése. A kutya állkapcsa. Az igen. Jézus Máriám! Akárki is csinálta, hát volt gyomra, az biztos. Let's see what you have to offer. What a mess. I should have sharpened the saw, but I can sense it. It's definitely there. Az Alexander volt ez a beteg fasz, aki így, hát, já. Ki ezt csinálta az állatokkal. Ez tényleg egy beteg fasz volt. Jézusom. Azt mondja, hogy még mindig ott van. Mi? Mi van ott? És hol van az az ott? Nem tudom, hogy miről beszélt. A kutya gerince. Jézus. Jó, mondjuk azt értem, hogy a 19. században vagyunk, ott azért ott nem volt olyan jó higiénia, mint manapság. Által. De ez azért egy kicsit beteg, még így is. Állatkísérlet. Canis lupus familiaris, háziasított szürke farkas, 1658. április 12. 1658-as feljegyzés. Hát ez elég jó fennmaradt akkor az a papír. Rövid tanulmányozás után rájöttem, hogy az emberek közötti zaklatottság a kutyában is megtalálható. A félelem és a fájdalom stressz idézelő, melyre belső válaszként az állat megtelik energiával. Hiszem, hogy a katalizátort az agy állítja elő. Nehéz pontosan megállapítani, hogy hol és mi is az, de érzem a kozmikus eredet szagát. Van egy lényeges probléma ezen energia begyűjtésével, mivel a teremtmény mindenképpen belepusztul a dologba. Finomítanom kell a kínzás menetén, hogy igazi munkát tudjak végezni. Több kísérletre van szükség, de úgy tűnik, hogy csak az ember képes a szükséges mennyiséget előállítani. Lehetséges, hogy az a képességük, hogy értékeljék a folyamat súlyosságát, végül növeli az átélt rémületet. Oh. Okay. Ezt nem lehet kinyitni, ugye? Ez is ilyen nagy ládának tűnik, nem lehet.
Csak biztos, ami biztos. Hogy ki az a csúnya ember ott? Van még egy cetli, mindjárt elolvasom, egy pillanat. Micsoda, Borussia Meridionalis. Oké. Így. Rendesen betoljuk a helyére, így, né. Jó! Erre nem számítottam, tényleg. Oké. Jó, még csukva van, oké. Jézus Máriám. Nem, nincs ott semmi. Gyújtós! Köszönöm szépen. Oké. 15 gyújtósom van, bi-bi-bi. Oké. Megnéztem, hogy van-e itt kint valaki, mondjuk a gondnok bácsi, vagy ilyesmi. Ajjaj! Jó, megyek vissza a fénybe, nyugodj meg! Amikor lehet hallani a szívdobogást, az azt jelenti, hogy túl sötét van, túl kevés a fény. Dánielnek az már nem tetszik. Jó. A furcsa levél megnémítette, azonban ez volt az egyetlen, ami némi vigaszt nyújtott. Én csuktam be ezt az ajtót? Én nem csuktam be. Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shame will hurt much less than dying, I assure you. Ez azt jelenti, mivel volt most itt egy visszaemlékezés, hogy valamit hallottam a sztoriban. Ez egészen biztos. Persze, hogy hallottam, mivel megvan a gépterem kulcsa. Ami viszont engem most érdekelne, hogy erre mi van. Raktár! Ha! Nézzük meg, Sir William Smith meg lett jelölve. Nem tudhatta, hogy a tegnapi fiatal embert egy iszonyú árny követte?
Ciao. Már nem is érdekel a raktár. Megnézzük a géptermet, bár szerintem elkerülhetetlen lesz a raktár, szerintem idővel, valamikor. Na akkor. Nagyon ziált, mindent elkövetett, hogy ne üvölcsön a gyógyszer. Ezt már olvastam, nem? Nem. Ennyi fejfájás. Az még talán belefér. De itt legalább van fény. Ezt nem lehet tekerni. Okay. Ott egy cetli. Jó, mindjárt elolvassuk. Ójaj! Ez valami puzzle feladvány lesz, ugye? Így. Szerintem ehhez majd kelleni fog valami megoldó kulcskód-szerűség. Szerintem itt nem lesz mindegy, hogy melyiket merre állítjuk. Ajajaj. Valami nyomás, presszus, tehát nyomás. Aha. Ez valamilyen nyomásvezérlő. Zó! 5th of July, 1839. Today I went to the university looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful, and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may, in fact, have inspired the Globus Cruciger, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. Ennyi fejfájás? De miért van ennyi fejfájás, amikor itt rengeteg fény van? Nézd meg, 4 fényforrás van ebben a kis szobában, teremben. Akkor miért van ennyi fejfájása? Dániel, mi bajod van? Ne légy már finnyás, ne légy már tápos. Ezt sem lehet tekerni. Ez tök jó. Hála a jó égnek, ezek az ilyenfajta fényforrások, mint ez a lámpás, vagy a gyertyák, azok végtelen fényforrások, tehát sosem alszanak ki magyarul, úgyhogy ez azért
Mondjuk az nagyon nagy szemétség lenne gameplay design szempontból, hogy még azok is időre mennek, az úgy az úgy nagyon nagy ultimate szemétség lenne szerintem. Van egy nagy fogaskerék. Fluxus. Ez itt a fluxus kondenzátor? Na jó, oké, abban nyom. Hát három ilyen, aha, kör, háromszög, négyzet. Ó, itt egy cetli, az nekünk biztosan kelleni fog. Még egy fogaskerék. Oké. Gépalkatrészek. Vedd figyelembe, hogy csak két rúd maradt a raktárban a felvonóhoz. Csak az dob ki, ami sérült, a többit pedig tartsd a tanulószobákban, ha ismét mind a három eltörne. Hát ez nekem sokat most nem segített, de talán ez... 14th of July, 1839. I've read every book I can find on the subject. While rich in legend and hearsay, my knowledge is lack for the insight I crave. I've sent letters to many in Herbert's address book and received answers of varying importance. Today, I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia. He said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, "I know. I can protect you. Come to Brennenburg Castle." Signed, Alexander. What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares in which a most disturbing sound calls to me. A sound defying description. A voice from the void. The last few weeks have been awful, with so many sleepless nights dreading a repeat of those horrid dreams. Tomorrow, I shall visit my physician, Dr. Tate, in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep. Alexander tudott-e, hogy tudta, hogy akkor, hogy mi ez a gömb erekje? Ennyi a fejfájás, de hogy amikor ilyen sok fény van, fényforrás, akkor miért nem kristálytiszta az elméje? Hát ez a Dániel. Ezzel a Dániellel csak baj van. Lesz a Ójaj. Ójaj. Sejtem, hova kellenek a fogaskerekek, de csak tippelek. Lehetséges, hogy talán ide? Ója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 j
17th of July, 1839. How has this escaped me? They're all dead. Limbs scattered, heads split down the middle, their skin flayed as if boiled. I feel like I'm falling into myself. What's happening? Sir William Smith, Professor Taylor, now Dr. Tate. Is it following me? How can it not be? It's the damn thing I brought from Africa. Something is after me.
I have no choice but to trust the Baron. He better know what he claims. If he is wrong, I suspect he'll regret it as well. Aha, akkor nem volt más választása, mint hogy Alexanderhez fordulni. Majd kiderül, hogy mennyire volt ez okos húzás, vagy nem? Aha, fogaskerék. Visszakaptam az egyik gyufát! Oh yeah. Néhány csepp olaj? Most már... Hát ez nem sokat töltött fel, ez tényleg csak néhány csepp volt. Ennyi a fejfájásra, az belefér. Nincs semmi? A sarokban nincs. Jó, ott olaj volt, meg egy gyufa. Oké. Akkor szerintem... Csináljuk azt... Ja, a kérdés az, hogy melyik helyre... kell ezeket rakni. Hát most mindegy, most nem illik erre a helyre, de oda igen. Oké, tehát nem lehet rossz helyre rakni. Jó. Ennek örülök. És találtunk, volt még korábban kettő fogaskerék, csak nem most jön a gondok bácsi léci. Azaz, és akkor hozzuk a harmadikat. Az pedig... Itt van. Igen. Még dolgozni kell, hogy működni tudjon. Mit? Semmi a kazánban. Kell keresni valami begyújtós anyagot. Nem lehet egyszerűen mondjuk egy ilyen... Nem, mondjuk ez túl nagy. Vagy egy ilyet? Ez részből fémből van, ez nem biztos, hogy olyan jó ötlet. Hát de várjál.
Hát ez az! Ez elvileg szén, nem? Ez is szén! Szerintem ez szén. Többször, oké. Igenis. Na, mondtam én, hogy szén. Picit többet. No problemo. No problemo. Még egy. A széngalacsinok. Bedobálom a széngalacsinokat. Kazán megtelt. Oké. De tök jó, hogy a játék így egyértelműen jelzi, hogy oké, most már... Jó? Még mindig nem elegendő. Oké. És tudod, hogy... Ó, várjál. Azért kell megcsinálni. Amit láttunk a két teremben, azokat a... Tudod, volt az a nyomás, ahol a nyomást lehet vezérelni, meg az a másik, ahol volt az a három szimbólum. Na, azokkal kell valamit csinálni, az egész biztos, ezeket még mindig nem lehet tekerni egyébként. Itt ezeket nem lehet tekerni. Ezeket. Itt valami... De ezekkel nem tudok interaktálni. Várjál. Jaj, áramlás. Igen. Nem lehet, hogy... Most azon gondolkodom... Nem lehetséges, hogy az egyik fogaskereket ide valahova be kellett volna rakni és úgy elforgatni? Nem? Nem lehet, hogy... Várj! Köszönöm szépen. És még mindig ennyi fejfájása van, pedig... Már tök régóta ugye fényben járkál a Dániel, és neki az innen elegendő. Onnan jöttünk, igen. Na most. Itt nem volt semmi. Igen. És itt, igen, itt ez a nyomás vezérlő egység. De itt több fogaskerék nincs, ugye? Itt azt hiszem nem volt. Ezt pedig nem lehet kinyitni. Azt hiszem lehet elmozgatni. Oké. Hát akkor... Én nem tudom, nyomok egy mentést, hát... Nem tudom, hogy ezekkel mit kéne... Nyomás. Én értem, tudom, hogy nyomás, de most honnan tudjam, hogy ezeket itt... Három, öt, egy, kettő, négy... De kéne egy kód, nem? Nem lehet, hogy... Hát ezekből semmi nem látszik sajnos. Várj, a legutóbbi puzzlét is valamelyik feljegyzésből sikerült. Gépalkatrészek. Vedd figyelme, csak két rúd marad, igen. De ez nekünk nem segít semmit. Kösz. Hát ezek meg főleg nem segítenek. Semmilyen feljegyzés nincs arról, hogy itt mi a...
mi a megoldás? Tizenhat darab gyújtós van még, mármint tűzszerszám. Ez a rész miért van itt, ha nincs itt semmi? Csak nem a raktárban van a megoldás, ahova nem akartam menni. Nagyon remélem, hogy nem ott van. Csak nem dugják el oda. Márpedig is szerintem szükség van valami számkódra, hogy tudjam, hogy mit kell kirakni. Hogy melyik kapcsolókat kell használni. Ezek túl alacsony felbontások, ezek a papírok itt, hogy bármit ki lehessen belőlük venni. Itt is, hogy ezzel mit kell csinálni? Hát... számomra ez egyelőre még rejtély. Ezeket nem lehet forgatni. Mögötte semmi, egy nagy büdös semmi. Próbáljunk meg még egy dolgot. Aha, nem lehet. Gondoltam, hogy leszedem az egyik fogaskereket, és elviszem az áramlásgéphez, de nem lehet. Tehát ezek tényleg ide kellettek. Igen, csak az a gondom, most honnan tudjam, hogy kell beállítani a nyomásgépet, érted? Hát nekem azt honnan kéne tudnom. Számokat nem látok sehol. Ennyi izé a gép alkat. Itt meg nincs, ez meg nincs tovább, az a baj. Két rúd maradt a raktárban a... Basszus. De pont az jön, amitől féltem. Le kell menni a raktárba. Igen. Ez egész biztos. Most már biztos vagyok benne, hogy le kell menni a raktárba. Bár szerintem onnan nem rudat... Már lehet, hogy az áramlás izéhez rudat kell hozni, de szerintem majd ott fogjuk megtalálni azt a cetlit, ami rajta lesz a megoldó kulcs a nyomásgépnél, hogy melyik karokat milyen állásba kell helyezni. Szerintem. Várjál, honnan jöttem? Így, akkor menjünk erre, innen. Theodore professzor volt a második halottam, de az átkozott kíváncsiság okozott. Hát akkor mégiscsak be kell menjek a raktárba. Ojaj. Nem akarok. Pedig muszáj lesz. Silas. A furcsa levél megrémítette, azonban ez volt az egyetlen, ami némi vigaszt nyújtott. Innen fogjuk folytatni a következő részben. Egy kicsit fosok ettől a raktártól, mert a következő részben kiderül, hogy jogosan-e. Na, ha tetszett, nyomj egy lájkot, és köszi a figyelmet, szevasztok!